Végére értünk, megszülettek az eredmények. Arra kérném a mai nap összes versenyzőjét, aki még itt van, hogy fáradjon fel ide mögénk a színpadra. Várjuk őket nagy-nagy szeretettel, tehát mind a 45 mai versenyzőnket várjuk ide a színpadra. Hát vállalom ebbre, légy szíves az összeset. Mondjuk a nevet, te csak mondj, hogy igen vagy nem. Továbbjutók és engem gyűlöljenek a kiesőt. Nagyon vállalom. Elbírod te még ezt a vállalom. Úgyhogy én azt gondolom. És akkor indulási sorrendben mondanánk a neveket. Majercsik Lili, egy nagy tapsot kérünk neki. Maradhat a színpadon, mert továbbjutok. Kérlek, fáradj ide mellé, és gratulálok nekem. A következő versenyző Bola László. Kérdőjeleket írtunk mellé, de úgy érezzük, hogy van még benne erő, úgyhogy tovább jutott. Gratulálok! Majd csak kérdőt neki, és bravo, bravo! Gratulálunk! Fáradj is ide mellé. Következik Horváth Szilvia. Sajnos te egy nemet kaptál a zsűritől, de nagyon drukkolt meg, hogy köszönöm. Egy nagy tapsot kérünk szépen, és szeretnénk, hogyha még láthatnánk téged a színpadon. Légrádi Villa Lea. Nagyon örülünk, hogy itt voltál, de sajnos te sem jutottál tovább. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. De ne menjen messze, mert szeretnénk átadni neked is egy ajándékcsomagot. Gyere Villa, itt az ajándékod és az okleveled. Következő versenyünk volt Király András. Itt vagy még Bandika. Egy nagy tapsot kérünk Andrásnak is. És mindenkinek, aki meglátta az eredményt. A közönség nagyon szeretett, a zsűri is nagyon szeretett. De egy ajándékcsomagot, meg egy ötös klassz. Sajnos kiestél, de jó voltál. Ne adtad az államokat, gyakoroljon egy kicsit ezt meg. Gratulálom. Lesz még ebből karrier. Zsigmond Csilla. Ígéretes a karriered, de sajnos ez itt most a hanghullámban nem folytatott.
várunk. Köszönjük, Vincsóra! Köszönjük, hogy egy nagy tapsot! Köszönjük, hogy eljött hozzánk Csilla! Hidasi Réka! Réka, tovább jutok! Éjjel tapsolunk meg! Gratulálunk! Gratulálunk! Téjor Szól Nadia Alina. Látja is tovább jutott, gratulálok! Igen, a tapsot jövünk! Zab Johanna, a következő. El kell mondanom, hogy a zsűrinek végig nagyon nehéz dolga volt, néha egymásnak feszültünk. Johanna esetében is így volt, de végül is megszületett a döntés. Tovább! Johanna! Igen, és nagyon szép a szoknyát továbbra is. Sebeskén Ivett! Az ő szoknyájáról nem beszélgettünk? Hát Csabi, beszéljünk róla. Azért én, a zsűr tagjai ezt észrevettük. Hová állják, ahol szól végig a mikrofon, hogy itt jó vagyok? Takarja ki mindenki? Tovább jutott ez a lényeg. Gratulálunk! A többiek közé. Molnár Fanni a következő versenyzőnk. Nagy ügyes, hogy ez szóljon. Ne cseréljük, ideálnak elmondat, jó? Nem akarok még kitakarni senkit. Szóval nagyon ügyes vagy, de még kicsit gyakorolnak el, most sajnos nem jutottál tovább. Gratulálunk neked! Kis Laura. Megdolgoztattad a zsűrit rendesen, de jó hírem van, tovább jutottál! Gratulálunk, Laura! Laura, amire örülünk, hogy elő szaladt egyből. Laura, várunk továbbiakba ide, Johannával együtt szerintem a továbbjutók közé, jó? Szilasi Fanni! A dalválasztás tökéletes volt, de a továbbjutás most nem sikerült. Sajnálom. Gratulálunk és várunk továbbra is. Gráncsa Ferenc. Szerintetek? Egyértelmű, igen, tovább jutott. Szerintem az első showmennyét fogom konferálni ide közénk, Bubica Rolandot. Roland, nincs már itt velünk? Ó, lesajnáljuk. Akkor el kell mondanom a kedves közönségnek, hogy a zsűri bizonyos tagjai azt mondták, hogy hát ez nem egy ének teljesítmény, de aztán végül úgy döntöttünk, hogy ez nem csak az éneklésről szól, itt előadókat is néztünk. Ének teljesítményben tényleg nem volt erős. De az egyetlen, aki annyira megtapsoltatta és megszórakoztatta a közönséget, hogy megérdemli, hogy tovább jusson. Majd adják a bármik előre. Következő, Viszak Sára Zsuzsanna. Tőle hallhattuk elsőként ma a Halleluját, de ez most sajnos nem sikerült olyan jól tovább is. Sajnos nem jutottál tovább, köszönjük szépen. Gratulálunk neked is. Kassa Emőke. Hogy Emőke itt van-e még ő. Elmentem hozzá. Nagyon szeretjük Emőkét, és nagyon nagyra tartjuk, és nagyon nagyra becsüljük, de sajnos most nem jutott tovább. De várjuk majd vissza a következő. Nagy tapsot kérünk. Nagy tapsot kérünk. Olá Brigitta következik. Mit gondoltok? Megengedjük egy ekkora kislányunk tovább jusson? Hát persze, hogy ilyen jól érünk el, gratulálunk! Arany Tímea. Ha volt olyan a versenyző között, akivel mind a négyen egyértelműen az első hang után ráborítottunk, akkor Tímea. Tovább jutottál, gratulálunk!
Ignác Péter. Kicsi kérdés, azt hiszem. Gratulálunk! Lacó Adrián. Hihetetlen dolog, hogy két gyerek unoka mellett még erre is maradt időt, hogy egész napunkat, vagy egész napodat az elütös, de sajnos sem jutottál tovább. De nagyon köszönjük, hogy itt voltál, gyere, hogy egy elállás emlőt. Következő versenyzőm. Sajnos ez most nem sikerült, de nagyon tehetséges vagy, ne add fel, énekelj tovább, és ha lesz van külön három a kabinetjével jelentek, azt köszönjük szépen, hogy köszönjük. Tóth Tűzde. Volt vita a zsűriben, de azt gondoltuk, hogy ez a teljesítmény elég ahhoz, hogy tovább is, és várjuk vissza. Ha kicsit bátrabb leszel, még jobb lesz, de most tovább jutottál! Solymosi Péter! Péter szerintem ő elment a volant induláshoz, aki ez sajnos most itt nem jött ki. Mert tudja valaki a telefonszámát, fel szeretnék hívni, hogy elmondjuk neki, hogy tovább jutott. Nem fogjuk neki írni, illetve fel fogjuk írni telefonot, hogy gratulálunk neki. Tudjátok, ő volt az, aki egy szál gitárral Cseh Tamás meghazudtoló módon illetve gitározott saját dalt. Olá Szandra! Ez a teljesítmény ide? Hát persze! Halubégi Fanni. Elment már a mai délután, a mai napunk egyik legnagyobb meglepetése volt, és tovább jutott, gratulálunk! Kovács Gábor. Dávid Riárd következik. Ricsikén, ugyanilyen bátortalan voltál sajnos az előadásod közben is. Ettől függetlenül, hogy nagyon szeretünk, de most még nem jutottál tovább. Jó, még egy kicsit ők el neked, kicsit még gyakorolni, és a következőben apád neked is összejöhet. Orsolya. Edith Piaf. Jön velünk tovább! Gratulálom! És rajtszám szerint is orrendben megyünk tovább. Tárnoki Ferenc következik. Ferikék, te még nem tudtad reggel, hogy miért szól egy jó bort. Azért, mert tovább jutottál, azért vagy estél. Hát... utóbbi. Sajnos nem jutottál tovább, de nagyon örülünk neked. Ezt még egyszer. Akkor mi is átadtam, hogy a fiatalokban, hogy ne találták győztemre, mert fiatalok jövő. Hagyjuk őket élni. Te is fiatal vagy, még te is jelentkezhetsz a következővel is. Kutasi Lili. Lili is hazament, úgyhogy nem tudja személyesen a jó hírt, hogy tovább jutott. Kollár Szilvia következik, ha még itt van. Whitney Houston-t énekelt, emlékeztek rá. Nehéz dolga volt, bízom benne, hogy lesznek majd könnyebb dolgok is, mert hogy tovább jutott. A hangja csodálatos. Horváth Lé, Hollenszer Anita. Neked viszont ezúttal nem sikerült. De örülünk, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Gratulálunk, és már is csinálunk. Harmos István Viktor. Én tényleg azt hittem, amikor elkezdted, hogy a Sound of Silence-hez hasonlóan egy ilyen nagyon mélyről induló, nagyon magasba jutó dal lesz belőle a Led Zeppelinből. Sajnos nem így lett így, most nem jutottál tovább. De ne add fel, érekedjük tovább, mert lehet ebből még elmondani. Gratulálom, Viktor. Takács Krisztina. Nagyon szerettük, hogy eljöttél, de sajnos most nem jutottál tovább. De ettől figyelni, ne adjon az éneklést! Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Decili 3 a következő. Ricsike. Mit gondolsz? Elég ez ide? Elég, persze, tovább jutottál! Mihály Deák, Anna Mária. Nagyon sokat kellett utaznod, nagyon messziről, és biztos rossz, hogy távol vagy az otthoniaktól, a szeretteiktől, úgyhogy visszaengedünk, de visszavárunk, mert tovább jutottál! Zsófia Bernadett következik. Nagyon nagy dolog, hogy az első fellépésed itt volt, ezen a gyönyörű szép színpadon, a fantasztikus közönség előtt. Reméljük, hogy nem az utolsó, azonban most nem jutottál tovább. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Varga Henri. A csajok kedvence, de egyelőre a hanghullám még nem a te versenyed. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, reméljük, hogy jössz meg a következőre. Harmos előtt Benedek. Hihetetlen az a bátorság, meg az a tempó, amivel itt a színpadon álltál, de ez még mindig egy kicsit kevés. Sajnos nem jutottál tovább, de mivel még nagyon fiatal vagy, ne szeretsz előtted a jövőt. Lehet előled egy nagy énekes, csak ne adj abba. Svéder Levente. Demién. Már most? Demién? Biztos? Demién Ferenc Paramel. Biztos, nem Paramel, nem volt Demién Ferenc, volt biztos. Levente, tovább jutottál! Gyere, hogy egyetek! Horváth Éva. Akinek Anett elrontotta a belépőjét. Válasz fel nyugodtan. Nem, én szeretném Anettől elnézést kérni, hogy megszóltam ezért az elírásért. Tehát az, hogy tényleg el van írva a lapunkon, hogy ki mit fog énekelni. Ettől függetlenül nagyon nagy bátorság, hogy idejöttél, és bízom benne, hogy lesz még lehetőséget megmutatni, hogy mi van benne, de ez most nem sikerült. Nem jutottál tovább, de köszönjük szépen, hogy eljöttél. Simpa Tünde. De most mit mosolyogsz? Nagyon ügyes vagy, jól énekelsz, tele érzéssel, várjuk a folytatást, tovább jutottál! Dávid Eszter! A nagyfiam ugyanígy mosolyog, amikor zavarban van. Nagyon ügyes vagy, és tovább jutottál, gratulálunk! Bakos Réka. Téged is nagyon szerettünk, és hihetetlen, hogy ezt az egész napot végigvártad, és utolsó fellépőként gondolom, nagyon nehéz lehetett, és nyugodtan fogd arra, hogy a zsűri addigra elfáradt, mire te jöttél, de sajnos ez neked most nem sikerült. Ettől függetlenül csodálatos vagy, és ne hagyd abba az éneklést. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk a továbbjutóknak, meg is kérünk benneteket, hogy maradjatok a színpadon, hogy még fényképet tudjunk rólatok csinálni, és április 2-án várunk benneteket a középdöntőre, amire természetesen a jegyek majd megvásárolhatóak lesznek, időben szólunk mindenkinek. Ami nagyon fontos, még hogy elmondjuk természetesen a zsűrivel is fotózkodnak és mindenkivel, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy a zsűri tényleg nehéz helyzetben volt, és hallottuk, ahogy vitatkoznak, érvelnek egyik-másik versenyző mellett, és tényleg nagyon erős mezőny gyűlt össze, aminek nagyon örülünk. És ebből kifolyólag, mint látható, meg számolható, nem is a tervezett 24 továbbjutónk van, hanem 25, úgyhogy mind a 25 versenyzőt várjuk a középdöntőbe, ami jó kis zsűrinkkel együtt. Nézőinket pedig következő héten már egy órától várjuk ide a VMK-ba, hiszen következnek marad még egy-két szólóénekesünk a jövő hétre, illetve még 13
zenekar is vár ránk a jövő héten, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ugyanilyen szép számmal, ugyanilyen lelkesen és kitartóan találkozunk újra mindenkivel. Köszönjük szépen tényleg a fellépőknek is a hatalmas sikereket és élményeket, amiket nyújtottak nekünk és a nézőknek, és egy hatalmas tapsal búcsúzunk tőlük, és április 2-án újra találkozunk velük a színpadon, és egy hatalmas tapsot kérünk a nézőknek is, akik fáradhatatlanul és kitartóan itt voltak, és kunkoltak, és tapsoltak. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó pihenést kívánunk, és várunk benneteket vissza április 2-án, illetve a következő elődöntőnknek jövő hét vasárnap 1 órától. Mindenkinek kellemes estét kívánunk! És persze jó éjszakát, azt hiszem, hogy mindenkinek hatalmasat fog tudni aludni ezután a nap után, és még egyszer gratulálunk mindenkinek! Ki fogjuk deríteni a nyertesek név sorát, és közé fogjuk tenni a videó alatt. Szeretném még átalni két ügyet a középdöntőre, mert ezt megígértem, hogy még fel fogom rángatni a színpadra, de most meg is teszem. És itt a színpalak mögött két jegyet fogok átadni a középdöntőre, ugyanis Iza nagyon lelkesen osztotta a mi kiírásainkat a Facebookon, úgyhogy mindenkit ösztönöznék erre a további alkalommal, mert figyelni fogjuk, és hogyha azt látjuk, hogy valaki nagyon intenzíven segíti a munkánkat, akkor ugyanígy nyertese lehet középdöntőre, döntőre jelne. Jó éjszakát! Ha még maradt tapsolós kérünk, akkor Izának is kérünk egy nagy tapsot! Annyi pontosítás meg, hogy a jövő heti válogató is ingyenes lesz, tehát amikor a zenekarok mutatják meg magukat, az is ingyenesen látogatható. Lájkoljátok weboldalunkat, hogy tudjátok, mikor vagyunk élőben, és tudjátok követni közvetítéseinket. Most még megpróbálunk majd egy-két riporttal visszajönni, addig is sziasztok!